Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ha egyetlen kérdésre szeretnénk redukálni ezt a vitát, akkor azt mondhatjuk, hogy azt a kérdést kell feltennünk, hogy kinek a joga és kötelessége fellépni a külföldi befolyással szemben. Magyarországnak a joga, a magyar kormánynak joga és kötelessége, vagy az Európai Uniónak a joga és kötelessége? És a Mi Hazánk mozgalom erre a kérdésre egyértelműen azt válaszolja, hogy ez a magyar kormánynak a kötelessége. Az Európai Uniónak viszont nincsen joga arra, hogy megmondja Magyarországnak, hogy milyen külföldi befolyással szemben lépjen fel, és adott esetben milyennel szemben ne lépjen fel. Hogyha ezt az egész kérdést megvizsgáljuk, hogy milyen ma a magyar szuverenitásnak a védelme, és hogy a magyar kormány elégséges intézkedést tesz-e ennek érdekében, akkor azt látjuk, hogy sajnos ez nem így van, és szeretnék néhány olyan konkrét esetet felsorolni, amikor látványos elsősorban egyébként éppen az Európai Unió és az Egyesült Államok irányából érkező befolyás. Ugyanakkor arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a 21. században tévedés azt gondolni, hogy a más nemzetállamokból érkező befolyással szembeni fellépés az elégséges lenne, és ezzel ki lenne pipálva ez a feladat, mert látjuk azt, hogy globális multicégek, illetve különböző magukat civilnek hazudó szervezetek azok, amelyek direkt befolyásolni akarják a magyar politikát is, a magyar közéletet is, illetve beleavatkoznak a választási kampányokba is, és arra is hatással vannak, hogy milyen lesz a magyar választásnak az eredménye. A magyar kormány lényegében feladta Magyarország digitális szuverenitását, éppen egyébként egy uniós jogszabálynak a gyakorlatilag változtatás nélküli átültetésével a magyar jogrendszerbe. Ezzel egyébként saját szövetségeseit is részben beáldozta, gondolok itt a pesti srácokra, de a digitális véleménykorlátozásnak a legnagyobb vesztese mégiscsak a Mi Hazánk mozgalom továbbra is, és a magyar kormány nem gondolja, hogy ezzel szemben bármiféle módon fel kellene lépnie. Az igenis befolyásolta a választásoknak a végeredményét, hogy van egy olyan magyar párt, amelynek az elnökének a nevét, az arcképét nem lehet a legnagyobb közösségi média oldalon megjeleníteni, nem tudjuk az ő rendezvényeit ezen a platformon hirdetni, és egyáltalán semmilyen megnyilvánulását nem tudjuk közzétenni, és így kell versenyeznünk a többi párttal. Ez óriási versenyhátrányt jelent, sőt, nem csak, hogy saját oldala nem lehet, vagy mi nem tehetjük közé, maguk a választó polgárok sem hirdethetik saját közösségi oldalaikon a mi elnökünknek a gondolatait. Ez elképesztő beavatkozás, minden másnál nagyobb beavatkozás, nem beszélve arról, hogy ezeket az algoritmusokat hogyan buherálják különböző füstös szobákban, mely tartalmak azok, amelyek megjelennek akár kéretlenül is egy adott felhasználónál, és melyek azok, amelyeket korlátozza mindenféle jogállamisági, mindenféle átláthatósági elvet semmibe véve az adott digitális platform. És ha már a külföldi befolyásolásról és harmadik országok befolyásáról beszélünk, akkor éppen ezen a napon kaptuk azt a hírt, miszerint Szijjártó Péter újabb frontot adott fel az Ukrajnával kapcsolatos kormányálláspontból. Emlékezhetünk arra, hogy önök közül többen, és maga Orbán Viktor is decemberben még azt ígérték, hogy nem járulnak hozzá ahhoz, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásai meginduljanak. Önök egy napon keresztül sorolták azt, hogy ennek milyen negatív gazdasági következményei lesznek Magyarországra nézve, elsősorban a mezőgazdaságra. Sőt, a miniszterelnök odáig is elment, hogy azt mondta, hogy a magyarra genetikailag nem hat a nyomás, úgyhogy nála ne is próbálkozzanak. Majd néhány órával azután, hogy Orbán Viktor ezt mondta, gyakorlatilag zöld utat engedett Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséhez. A következő fegyverletétele Orbán Viktornak ezt követően néhány héttel
történt, amikor az Ukrajnának küldendő pénzhez is hozzájárult a magyar miniszterelnök. Tehát önök úgy gondolták, úgy gondolják, hogy ennek a pénznek, amely ránk a magyar költségvetésre nézve nagyságrendileg 200 milliárd forintot tesz ki, jó helye van egy velejéi korrupt magyar ellenes rezsimnél, azért, hogy támogassuk az ő politikájukat. A Mi Hazánk mozgalom mind a két esetben úgy gondolja, hogy nem lett volna szabad feladnia a kormánynak a korábbi álláspontját, ahogyan Szijjártó Péter is ma föladta az önök korábbi álláspontját, a magyar külügyminiszter eddig mindig vétózta azt, hogy közös Európai Uniós pénzből kapjanak juttatást azok az országok, amelyek fegyvert szállítottak Ukrajnának. A magyar külügyminiszter ma ehhez is hozzájárult, tehát a magyar adófizetők is finanszírozzák, a külügyminiszter tájékoztatása szerint nagyjából 20 milliárd forint összegben azt, hogy az Ukrajnának fegyvert szállító országok megkapják ezen fegyvereknek az árát. Hát a szuverenitásról beszélünk, meg külső országok befolyásolásáról beszélünk, akkor elsődlegesen a magyar külpolitika szuverenitását kell megkérdőjeleznünk, hiszen eddig önök folyamatosan vétózták ezeket magyar érdekre hivatkozva, semmi nem változott, és most mégis meghátráltak, és ezt az álláspontjukat is föladták ebben a tekintetben is. De szuveréne a magyar gazdaságpolitika. A magyar kormánynak szuverén döntése volt-e az, hogy miután a Gödi gyár 88 tonna magzatkárosító anyagot juttatott a levegőbe, illetve a talajvízbe, önök ezután széttették a kezüket, és valami fajta rémhírterjesztésre hivatkozva tett feljelentést az önök által támogatott polgármester. Az, hogy a hatóság nem tartotta szükségesnek, hogy kivizsgálja, hogy ez a 88 tonna magzatkárosító anyag, rákkeltő anyag pontosan hova, mely településekre, a talajvízet milyen mértékben szennyezve és hova jutott el, az szintén az önök szuverén döntése volt. Ha az önök gazdaságpolitikája arra épül, hogy semmibe veszik ezeknek az embereknek az egészségét, sőt, 150 milliárd forinttal támogatták ezt a Gödi akkumulátorgyárat, amelynek most a bővítésére fog sor kerülni, illetve már toborozzák ebbe a Gödi akkumulátorgyárba a munkásokat a Fülöp-szigeteken. Ha önök valóban szuverén kormány, és tudatosan csinálják ezt, akkor ez azért felháborító, ha meg nem szuverén a kormány, és kiszolgálja ezeket a globális cégeket, akkor az meg azért felháborító. Mind a két esetben az önök gazdaságpolitikájának újragondolására van szükség. És hogyha az elmúlt 14 évben, amikor önöknek végig kétharmados felhatalmazása volt, tudatosan a magyar gazdaság önellátását, a saját talpra állítását célozták volna, akkor a politikai mozgástere is nagyobb lenne Magyarországnak, mind az ilyen globális multikkal szemben, mind Ukrajnával szemben. Tehát ha valamiről beszélni kell befolyásolás kapcsán, akkor azok ezek a kérdések. És még egy rendkívül felháborító esetre szeretném felhívni a figyelmet. Az, hogy az Európai Unió vezetői bármikor is veszik a bátorságot maguknak, hogy demokráciáról, meg átláthatóságról beszéljenek, az önmagában skandallum. Arról az Európai Unióról beszélünk, amelynek a vezetője, az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen, aki egyébként nem ülhetett volna ebbe a székbe, ha a Fidesz képviselői nem szavazzák meg, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. A vakcina beszerzések kapcsán is kimutatta a fogafehérjét.
Gyakorlatilag SMS-ekben nyilvánvalóan a vakcina gyártók gazdasági érdekeit kiszolgálva bonyolította le milliárdos nagyságrendben ezeket a beszerzéseket, és a hajaszála sem görbült, továbbra is a székében maradhatott, sőt bejelentkezett, hogy szeretné egyébként folytatni ezt a munkát, amit az Európai Bizottság élén végzett. Hát ilyen botrányok után az Európai Uniónak van képe arról beszélni, hogy milyen az átláthatóság, meg milyen a demokrácia, az végképp hitelteleníti őket. Nem beszélve azokról a korrupciós botrányokról, amelyek hónapokon keresztül tartottak, és különböző táskákban, repülőkön utaztatták táskákban a pénzeket. Tehát ha valakinek nincsen jogalapja arra, vagy erkölcsi alapja arra, hogy bármiféle demokráciát, vagy átláthatóságot számon kérjen bármelyik tagállamon, az az Európai Unió. Tehát a befolyásszerzéssel szemben nagyon határozottan, a magyar kormány jelenlegi politikájánál sokkal határozottabban kellene fellépni, de az Európai Unió sem erkölcsi, sem jogalappal nem rendelkezik arra, hogy ezt megtegye, éppen ezért az előterjesztést a Mi Hazánk mozgalom a szuverenista álláspont miatt támogatni fogja. Köszönöm a figyelmet!